10 és 20 évesek harcoltak 56-ban, őket nevezte példaképnek Ecsédi Tamás, a 64 vármegye EGRI elnöke. Úgy látja, a történelem szinte minden pillanata megköveteli, hogy védjük meg hitünket, nemzetünket és jövőnket. 56-ban a népek Krisztusává lett a magyar nemzet, ezt a keresztet a mai napig hordozza, emelte ki Sütő Gergő, a Jobbik ifjúsági tagozatának EGRI elnöke. Dudás Róbert, a Jobbik megyei elnöke a szabadságharc leverésének nemzetközi hátterét világította meg. Murányi Levente, országgyűlési képviselő, 16 évesen vett részt az 56-os forradalomban. 3,5 év börtönre ítélték. Úgy emlékezett, pillanatok alatt beborította a forradalmi hevület az országot, mi helyeztük a kommunizmus eszméjét a süllyesztőbe. Arra is figyelmeztetett, ma is van ellenség, olyan, amely az egész világot uralja. A magyar szabadság azért azzal nem igazán tért vissza, hogy elmentek a szovjet katonák és a szovjet hadsereg kivonult Magyarországról, hiszen látjuk, hogy mi folyik a gazdaság terén, hogy csak a devizahiteles helyzetet, szituációt említsem. Ma egy tankhadosztály nem olyan veszélyes, mint egy bankfiók, véli Murányi Levente. Az új magyar gárda képviselője az 56-os hősök valódi kárpótlását sürgette, és arra is felhívta a figyelmet, akik 56-ot eltiporták, ma is veszélyeztetik az országot.